barátok, kedves ballagó gyermekek! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Önöket, településünk vezetőit, Nagy Attila polgármester urat, Cápár település polgármester asszonyát, Trojákné Szita Katalint, az önkormányzat képviselőit és az iskola vezetőjét, Galambó Szilviát. Ismét lezártunk egy nevelési évet, közel 90 óvodással és 7 bölcsödés kisgyermekkel. Ebben az évben is sok izgalomban volt részünk. Igyekeztünk, hogy a mindennapok zökkenőmentesek legyenek. Már amennyire ez tőlünk tellett. Igyekeztünk a programokból is a legtöbbet kihozni. Az idei évben még nagyobb gondot fordítottunk arra, hogy a gyermekek megismerjék a szülőföld, a hagyományok, a közösséghez való tartozás élményét és a nemzeti kultúra értékeit. Március 15-én és június 4-én összekapcsolódtunk 7 másik óvodával, Felvidékről és Erdélyből. Igen felemelő volt hallgatni a gyermekek szájából az összetartozás dalai. Köszönettel tartozom mindannyiótoknak, hogy támogattatok ebben, és ti is fontosnak érzitek a hagyományok őrzését és értékeink átadását. A korábbi években közösen élhettük meg a szüreti felvonulásokat, köszönöm mindenkinek a sok-sok segítséget, és kérlek mindannyiótokat, hogyha már a gyerekek nem járnak óvodába, azért ne felejtsetek el bennünket, mert minden segítő kézre szükségünk lesz. A korábbi években közösen vonultunk a település utcáin a Mártonnap alkalmából, együtt színesítettük a falu életét. Idén pedig szűk körben délelőtt indultunk a faluba, vittük a fényt, a reményt az emberek szívébe. Az adventi vásárok hangulata, a közös karácsonyi hangolódás úgy vélem egyre közelebb hozta a családokat az óvodához és az óvoda dolgozóihoz. Fontosnak tartom, hogy közös cél érdekében a gyermekekért mindannyian összefogjunk és tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt. Engedjék meg, hogy itt a nyilvánosság előtt is köszönetemet fejezzem ki kollégáimnak, támogatásért, a sok segítségért, az együttműködésért, amelyet a nevelési év során adtak számomra. Hálás szívvel mondok köszönetet polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy a nevelési év során oly sok segítséget, támogatást kaptunk az önkormányzat részéről. És most pedig átadom a szót Nagy Attila polgármester úrnak, hogy ő köszöntse az itt megjelenteket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai óvodai évzáron, ballagáson. A héten már hétfőn volt egy ballagásunk az általános, hogy másfél év után először volt rá lehetőség. Hát az óvodának az elmúlt éve is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megterhelő volt, főleg a szülők számára, mi számunkra. Egy rendkívül helyzetben kellett helytállnunk. Egyik nap még tudtuk, hogy jöntünk óvodába, másik nap már jött az e-mail, hogy mégsem, és ez kísérte végig az évünket. Nagyon szépen köszönöm Önöknek azt a fegyelmezettséget, illetve azt a hozzáállást, hogy az elmúlt egész évben tanúsítottak az óvoda iránt, hiszen tényleg egy választó időszakon vagyunk túl. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ennek a negatív ciklusnak vége van, és a következő időszakban mind az óvodások, mind a óvónak, akinek segített, és természetesen önök is, és itt nyugodtabban készülhetek majd mindig a holnapra, mert tudják, hogy mi a következő napi üzenet, és nem kell attól tartani, hogyha megjön egy üzenet, hogy akkor ismételten lezen. Az óvodánk az nagyon szépen fejlődik, és már mindenfajta dicséretben részesülünk, és mindenfajta címet elnyerünk, de talán a legfontosabb, és ami igazán mutatja az óvodában az abban minőségi munkát, az az, hogy mindig vannak óvónőink, és nem tudunk létszám kiállni. Ezt szerintem köszönhető a Kőzsgárdának, amit összejött az elmúlt évek alatt, illetve köszönhető a jó kialakított infrastruktúrának is. Ami kiemelten fontos még nekünk, hogy a gyermekek megkapják azt a minőségi
oktatást, illetve nevelést az óra biztosít számunkra, illetve azt, hogy olyan környezetben lehessenek a gyermekek, mint ami az óra utalán jelenleg elmények. Van előttünk még feladat természetesen, mert ugye mindig mindenkinek van egy álma, és van egy álmunk, egy kis Csepényi kampusz, ami 2021. októberében már elkezdődik, hiszen aki még további gyermekvállás előtt áll, annak azért lesz lehetősége majd a bölcsődében beiratni a gyermekeket, hiszen 21. novemberében elkezdik a bölcsődének az építését, a régi iskolának az elbújtásában jár. És ugye végre megszületik az a helyzet is, hogy a parkolás az biztonságossá tud válni, hiszen mindannyiunk problémája jelenleg a parkolás megoldásának, hogy gyermekek az óvodába visszatérjenek, hiszen nagyon nehéz körülmények vannak. De ezt sikerül most megoldani, mert 16 parkolóval fog bővülni majd a bölcsődének a létrejöttével a lehetőséget. Aztán 2022 tanévben, szeptember, októberre szeretnénk el is készülni az intézmény, és akkor már ez a szolgáltás is rendelkezésre áll a szülők számára. Még a nyár beköszöntével egy kis plusz adalék, hogy de már jeleztük többször, hogy lesz még egy játszótér a településen, és végre eljutottunk arra a szintre, hogy a jövő héten megkezdődik a telepítés a játszótérnek, lent a Sürke mellett, most már Policsák biztosan névre fog hallgatni. Ott fogunk telepíteni egy játszóteret. Nem annyira extrémet, mint ami az óvodában jelenleg található, de mindenképpen lehetőséget ad majd a szülők is arra, hogy kikapcsolódva vigyázzanak a gyermekeikre, illetve természetesen majd az évek során szeretnénk fejleszteni azt a játszóteret, és hogy a gyermekeknek minél jobb kikapcsolódást biztosítsa, illetve a szülőknek is lehetőséget adjon. Remélem, hogy majd jó egészséget tudják ezt tudunk is használni. Az előttünk álló nyári szünetre pedig mindenkinek jó pihenést, a gyermekeknek is jó szórakozást kívánok, hogy Balaton, kevesebb Adrián, és bízom benne, hogy majd kipihenve és egészségesen érünk vissza a szeptemberre. Természetesen, hogy az elmúlt években idén is az óvoda az nyáron is nyitva áll, így azon szülők, akiknek szüksége van arra, hogy az óvoda vigyázzon a gyermekre, illetve a nyáron is le tudja vinni, az augusztus 20-ai hét kivételével pontosan várjuk majd a gyermeket, ezen is én az azon minden nap. Köszönöm szépen, hogy meghallgat, és jó kérdés a gyermekeket, és köszönöm. Most pedig vidám percek következnek, először a Szavanna csoport fog meglepetést okozni mindenkinek, aztán utána pedig majd a Süli csoportosokat szólítjuk a színpadra. Macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, egy kerek erdő közepén élt egy öreg király. Annak az öreg királynak volt három fia. No, fiaim, elértétek a megfelelő kort, házasodnotok kell. Feldobok a levegőbe három pálcát, és amerre esik, arra kell indulnotok feleséget keresni. Induljatok, járjatok szerencsével! A legidősebb fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé hullott a pálcája. A legkisebbiké pedig a sűrű erdő felé hullott. Jaj, szegény fejemnek, most mi lesz velem, hogy találjak magamnak menyasszonyt a kerek erdőbe? Jaj, nekem! Kis kert,
láttam az egész erdőt, de egy árvon menasszony szétévett az utamba. Hogy fogok így hazamenni, édesapám szem elé kerülni, jaj nekem! Ahogy ment mendegélt, odaért egy udvas fához. Találkozott egy furcsa alakkal. Hol jár szép király fi, ahol még a madár se jár? Hát te meg ki vagy? A macska cicó, itt lakok ebben a nagy odvas fában, állt a mérgús lakott. Felséges királyapám azt parancsolta, hogy erre jöjjek házasolni, de én itt nem találok leányt. Ne búsulj, majd én nem megyek te hozzád, jó feleséget leszek. De hát te csak egy macska vagy, nem térhetek veled haza a király palotába. Hát de még milyen macska, ha feleségül veszem, minden gondod elmúlik. Hidd el, vegyél feleségül, leszek a te mászkád. Hát jó, nincs más választásom, legyél te a mennyasszonyom. A másik két testvér már otthon volt, azok örültek, mert szép mennyasszony kaptak, a kicsi későre ért haza. Na hadlám, milyen szép mennyasszony találtatok magatoknak? Szerbusz, édesapám! Nézd, milyen szép váró kisasszonyt hoztam. Légy üdvözölve, felséges királyom! Én egy báró kisasszony vagyok, örömmel leszek a fia felesége. Szerbusz, édesapá! Nézd, milyen szép tulóf kisasszonyt hoztam! Légy üdvözölve, felséges királyom! Én egy gúz kisasszony vagyok, örömmel leszek a középső fia felesége. A kezünk, mint hal a rízben. Hát a legkisebbik fia, hol van a te mennyasszonyod? Felséges királyapám, majd elhozom, ha itt lesz az ideje. Gyertek elém, drága fiaim, most azt parancsolom, hogy mindegyikotok menjen vissza a mennyasszonyához, és kérjen tőle egy szép csokrot, induljatok! A másik két fiú örömmel ment a mennyasszony elé, de a legkisebbik nagyon búsult. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd meg, még búsulj. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vőlegény hozzon a mennyasszonyát egy szép virágcsokrot, de én a cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok macska cica jött elő. Én gyémánc virágot hoztam, macska cica. Én már olyan virágot hoztam. Egy erős virágot hoztam. Közd össze a csokorba. Csokorba.
Hát velem meg mi történt? Itt a virágcsokrod, amit édesapád kért. Ez gyönyörű, köszönöm, macska cicó. Szaladok is vele haza édesapámhoz. A másik két testvér már otthon volt. A kicsi későre jött haza. Végre megérkeztetek, hát, drága fiaim. Na, hadd lám, milyen szép csokrokat hoztatok nekem. Én rózsacsokrot hoztam, édesapám. Szép. Én lilium csokrot hoztam, édesapám. Nagyon szép. Én ezt a csokrot hoztam. Szép, szép. De a legkisebb fiam, a tiéd a legszebb csokor. De áruld már el, édesfiam, ki a te mennyasszonyod? Azt nem árulhatom el, felséges királyapám, de egyet ígérhetek, hogy ennek a mennyasszonynak 7 határban nincsen pára. Na gyertek elém, drága fiaim, most azt parancsolom, hogy mindegyik ötök menjen vissza a mennyasszonyához, és kérjen tőlük egy szép kendőt, induljatok! A másik két fiú nagy örömmel ment a mennyasszonyához, de a legkisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő széléhez, a cicó már várta. Édes kicsi mátkám, csak ezt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapa azt parancsolta, hogy mindegyik vőlegény hozzon a mennyasszonyától egy szép kendőt, de a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Köszönöm, macska cicó, viszontlátásra! Viszontlátásra, kedves! Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőket.
Na hadd lám, mi szépet hoztatok nekem. Ádika! Én zselyemkendőt hoztam, édesapám. Én kasmér kendőt hoztam, édesapám. Hát a legkisebbik fiam. Én ezt a csokrot hoztam a mennyasszonyom. Én ezt a kendőt hoztam. Szép, szép, de a legkisebbik fiam, a tiéd a legszebb kendő. De áruld már el, édes fiam, ki a te mennyasszonyod? Azt nem árulhatom el, felséges királyapám, de egyet ígérhetek, hogy ennek a mennyasszonynak az egész földkereksége nincsen pára. Na most már azt parancsolom, hogy mindegyikötök hozzá a mennyasszonyát. Induljatok! Két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyáért, de a legkisebbik nagyon búsult. Arra gondolt, hogy vigye ő haza a macska cicót. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. Mikor odaérkezett a erdő szélére, a cicó már várta, és azt mondja neki. Édes kicsi márkám, csak ezt a szomorú arcodát ne látnám, mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vőlegény vigye haza a mennyasszonyát. De én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Kicsi királyfi elaludt, a cicó táncra perdült. Megtáncoltatta az erdő összes lakóit. Hajnalig tartott a végadalom. Ahogy felkelt a nap, a királyfi ébredezni kezdett. Hát velem meg mi történt? Hová lett a macska cicó? És te ki vagy? Én vagyok a macska cicó, csak egy gonosz boszorkánynyal átkozott, hogy addig maradjak macska cicó, ameddig valaki meg nem kéri a kezemet. Cicó voltam, de te megkértél, és visszaváltoztam negyedik király kisasszonyát. Hát te gyönyörű vagy, legyél a feleségem. Első kap a nagyhelem, válaszom el tényleg. Beült a királyfi a király kisasszonyal a mintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, mert odahaza állott a lakodalom. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy ez az ő fia és mennyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy ki az ő mennyasszonya. Ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig tartott a lakodalom.
harcos vigasságra hívunk benneteket egy igazi lakodalomba. Thank you.
rajta. Nincs ki rózsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljen. Fáradat, fáradat, szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranyka, bucsan, bújjatok rajta. Nincs ki rózsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljen. Fáradat, fáradat, szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranyka, bucsan, bújjatok rajta. Nincs ki rózsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljen. Váradat, váradat, szita, szita pénnek, szerelem csütörtök, dob szerda. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranyka, bucsan, bújjatok rajta. Kis pirózsák, kapudat, kapudat, hadd kerüljen. Váradat, váradat, szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda.
táskámat, indulhatunk is. Anya, versek helye lett az ABC, amit fogok szavalni. Így leszek még okosabb, annál is most vagyok. A tanító néni tündér kiskrétával varázsol, és mire egy-kettőt pislogok, ezerig is elszámol. Űrhajó szeretnék lenni, orvos, tengerkutató, híres tudós leszek egyszer, ez már most tudható. Iskolába iratod be az édesanyám, itt hagyom a napsugaras, derűs kis szobám. Elbúcsúzom, búcsút intek, én már elmegyek. Édes, kedves kis pajtások, az ég veletek. Búcsúzunk, mint pöttyös labda, csillogó homok, tarka-barka szép mesék, vidám szép napot. Kis autó, baba kocsi, nem feledünk el, napsugaras óvodánkat nem feledjük el. Elsős leszek, itt hagyom az óvodát. Ide jártam minden reggel, három hosszú éven át. Elsős leszek, iskolába indulok. Nem mondom meg senkinek, de egy kicsit azért izgulok. Gyorsan futott
tanultok és iskolába készültök. Nagyon gyorsan elszaladt ez a néhány év, amit nálunk töltöttetek. Soha nem felejtem el ezt a napot, amikor először jöttetek az óvodába. Volt, aki az első pillanatban úgy viselkedett, mintha a világ életében óvodás lett volna. Volt, aki óvatosan fedezte fel a csoportszobát, és nagyon sokat üldögélt az óvónéni ölében. Bizony olyan is volt, aki sírva kapaszkodott az anyukája nyakába. Nem tudom, emlékeztek-e még erre. Mi ölelgettünk, vigasztaltuk a sírókat, a félénkeket, és óvtuk azokat, akik túlontúl bátornak mutatkoztak. És közben arra gondoltam, hogy milyen nagy büszkeség és boldogság számunkra, hogy a családok a legféltettebb kincseiket bízták ránk. Köszönjük a bizalmat! Kedves szülők! A mai nap nem csak a gyerekek életében nagy dolog, de az önökében is lezárul egy fejezet. Véget érnek a gondtalan óvodai évek. Bízom benne, hogy nagy szeretettel idézik majd vissza ezt az időszakot. Emlékszem, amikor először találkoztunk a szülői értekezleten, úgy érzem, az évek során a kölcsönös bizalom jegyében teltek el az együtt töltött időszakok. Igazi közösség kovácsolódott az óvodában. Köszönöm a sok segítséget, a megerősítést, és olykor a kritikákat, hisz abból tanulunk. Rajtunk a sor, mindannyiunkon. Bízunk benne, hogy jól töltöttük meg a gyerekek tarisznyáit. Amit otthonról nem kaptak, azt igyekeztünk kipótolni. Az igazi tarisznyát a legény és a leány otthon kapja. Mi csak kiegészítjük azt. Megerősítjük pozitív tartalmakkal, megadjuk a szeretetet, az odafigyelést, a törődést, amelyeket otthon is megkap, mi csak ezekre ráerősítünk. Bízom benne, hogy a tarisznya elég gazdag. Aztán az iskolából lehet majd abból táplálkozni. Aztán majd az iskola is hozzátesz még, hogy még kerekebb legyen, és ne legyen hiány semmivel, amikor majd igazi vándorútra kell indulni. Kedves Szilvi néni, belaktuk a tarisznyát a gyerekekre. Megtöltöttük, láthattad most a színpadon őket, ha tudnád, hogy mennyire izgatottak és mennyire várják már az iskolát. Hisz, ők a nagyok. Tele vannak kíváncsisággal és tudásvágyal, kérlek jó segítői légy majd a mi kis mesehőseinknek. Mi most útnak indítjuk, az első állomásról, az első próbatételt kiállták, segíts nekik, amikor küzdeniük kell a sárkánnyal vagy a matematikával, légy segítőjük, amikor elbizonytalanodnak, amikor nincsenek barátaik, vagy elvesznek a tanulás útveszőiben. Kérlek, fogadd tőlünk ezt a kis virágot. A gyermekek nevében is. Kedves vezető óvónéni, köszönöm ezeket a szép megható szavakat. Ígérem, hogy minden kérésednek megpróbálok megfelelni én személyesen is, de kedves kicsi elsősök, tudjátok-e, hogy milyen sokan jöttök most hozzánk az iskolába? 27 elsősünk lesz ebben az évben, aminek nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk a szülőknek a bizalomért. Amit még szeretnék elmondani, kedves elsősök, hogy beszéltem az iskolásokkal, meg a tanárnénikkel, és mindenki nagyon nagy szeretettel vár benneteket, nem kell izgulnotok, ti lesztek a mi kicsi elsőseink, akiket mindig gondozni és védeni fogunk. Úgyhogy várunk benneteket, fogunk értetek jönni, és felvezetünk abba a nagy új iskolába, ami a ti tiszteletetekre is megújulva, megszépülve szeptemberben újra nyílik. Nem kell izgulnotok, mert aki ilyen szép műsort adott, ugye, anyukák, apukák, azok teljesen érettek az iskolára, és azoknak már az iskolában a helyük. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Köszönöm szépen. Elhangzott már tőlem jó néhány szor itt a köszönet, és talán nagyon akarom húzni az időt.
egy kis emléklappal szeretném mégis megköszönni minden családnak azt a segítséget és a támogatást, amit tőletek kaptunk a 3 vagy 4 év alatt. Polgármester úr említette itt a Covidot, én szándékosan nem is hoztam szóba, hisz mindannyiunk számára voltak ebben nehéz időszakok, de ettől függetlenül is nagyon sok segítséget kaptunk tőletek, a papírgyűjtés, a szüreti felvonulások, a Mártonnap, a mindenféle óvodai rendezvényeken azt éreztem, hogy ott álltok végig mellettünk, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen óvodát csak együtt tudunk építeni veletek, úgyhogy köszönöm szépen, és azt szeretném, hogy minden családból egy valaki jöjjön ide ki a színpadra, és álljon oda a kisgyermeke mellé. Most átadom a szót az SMK képviselőjének, az SMK vezetőjének, és ő is szeretne néhány gondolatot megosztani veletek. Első körben megszólítanám a ballagókat, mert az életetek során ilyen képzeletbeli mérföldkövekhez fogtok majd érni, és azt gondolom, az óvoda az első olyan, amire majd felnőtt korotokban is emlékezni fogtok. Én bízom benne, hogy itt a Csetényi óvodában megfelelően feltöltekeztetek, hogy az új kihívásokat majd annak idején könnyenén tudjátok venni. Egy rövidke verset hadd mondjak nektek. A cseresznye gyorsan éri, itt laktatok 3 évig. Ez volt a ti kertecskétek, honnan ti most útra kértek. Úgy szerettek benneteket, ahogyan csak szívből lehet. Elröppenő boldog évek őzik majd a sok-sok szépet, csemeszéből fák lettetek, búcsúzik az óvi, Isten veletek. Az óvónénik, Darus nénik mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen a legtöbbet nekik köszönhetünk itt a ballagás alkalmával. A ti munkátok igazi hivatása, jövőbe vetett hit legnemesebb megvallása. Ezért hálával és megbecsüléssel fordulok felétek. Köszönjük az egész éves kitartó munkátokat, melyel minden időben segítettétek az óvoda életét, működését. Sokat imádkoztam értetek, hiszen némelyetek egészségét megpróbálta ez a nyavajás vírus, s hálát adtom, mikor felálltatok. Köszönjük, hogy az oltást is vállaltátok, hogy gördülékenyen visszatérhessen az élet az óviba. Azt is köszönöm, hogy az újranyitás során sok-sok programot szerveztetek a gyerekeknek, ami előkészületekkel járt, nem kevéssel. Nektek is mondanék egy rövid verset. Nincs még egy ilyen munka, ahol ennyi a kudarc, a hiába való erőfeszítés, de ilyen sok a siker, ennyi ajándék, kellemes, kellemetlen meglepetés éri az ember. Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegte, és nincs egyetlen egy munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatják. Köszönjük első pedagógusaink az előkészítést. És amiért én most itt állok, az pedig az, hogy a szülőknek megköszönjem, hogy nem csak azt, hogy a Csetényi óvodát választották a gyermekeiknek, hanem azt is, meg azoknak, akik felelősséget éreztek abban, hogy segítsék az óvoda működését. Bár az idején is korlátoltak voltak a lehetőségeink, de sokatokkal átélhettem a születire való felkészülést, annak lebonyolítását, az adventi készülődést, utána a karácsonyt, a húsvétot és a tavaszvárást, aztán a ballagásokat. Sokat segítettetek, és nagyon sok mindent sorolhatnám, amiben hálás vagyok, hogy támogattatok. Különösen hadd említsem azokat, akik vállalták az SMK tagságot, és önkéntesen rendkívül sok munkát vettek a nyakukba ezzel. Igazi társaim voltatok. És
Isten mindenki mellé ad egy embert az élete során, aki különös helyet tölt be a szívében. Lehet, hogy ő egy családtag, egy barát, vagy egy egészen röpke időre felbukkanó személy, megjegyzem zárójelbe, akár egy eszemkártal. De amit ad, amit jelent számunkra, az felbecsülhetetlen fontosságú. Léteznek angyalok, ők az ő. Amikor van isteni üzenet, ők adják azt nekünk. Köszönöm, hogy soha nem voltam egyedül, és mellettem voltatok. Most a búcsúzó eszemkártyát meg szeretnék megköszönni a munkájukat. Hálásan köszönöm Takács Anetta a sok-sok segítséget. Hálásan köszönöm Nagy Kingának a sok-sok támogatást. Felvidítja a vigyergő gyereket. Öleltünk hát, simogattunk, ringattunk heteken át, s egy nap azt mondtátok, szeretem az óvodát. Úgy örültünk, mosolyogtunk, merengette szívünket. Jó volt látni, jó érezni, hogy elfogadtok bennünket. Mennyi élmény, sok történet, izgalmas felfedezés. Emlékek közt válogatni és búcsúzni oly nehéz. Telt az idő, s ti megnőttetek, vár rátok az iskola. De megsúgom, egy ölelésre mindig várom majd vissza. A kívül, valakiben, így jó, így szép.
kisgyereknek, aki velünk énekelt, és minden szülőnek, aki még emlékezett erre a dalra, és köszönjük Mabizár Bözsének. Nem csak a mai napot, hanem az, hogy az utóbbi időben mennyire aktív volt az óvoda életében. Fogam szeretettel küldött a kis édességet. Most pedig átadjuk ezeket a nagy és ügyes és okos, már nem óvodás, hanem iskolába készülő gyerekeket. Érezzétek jó magatokat a mai délután, jó bulizást kívánunk nektek!